Szoszi. Na mi van? A 12. Hegyalja Fesztivál, 2000-ben kezdtük, és idén is úgy tűnik, hogy talán sikerül nézőcsúcsot döntenünk. Nagyon sok sátorozóban bővítettük már a kempingeket tavaly is. A mai pénteki szombati napra várjuk a legtöbb közönséget. Közel 200 programunk van 9 zenei helyszínen, és közel 40 egyéb helyszínen. Ebben van színház, sport, mindenféle civil programok. Az Ektomor az a Pepsi színpadon egy vezető műsorságban játszott, tehát kiemelt műsorságja van a zenekarnak. Ez igenis egy olyan produkció, ami nem véletlenül világszínvonalú, és nem véletlenül szeretik Nyugat-Európában is, mert azért hát látszik rajta, hogy a magyar közönség is abszolút befogadja, és hát ugye nem akarták leengedni őket a színpadon. Magyar Mitton nem játszunk, de a tavalyi buli az atomgyilkos volt, majd meglátjuk, hogy mi lesz ma. Nagyon jó, itt valami veletek. Készen álltok? Nem hallom! Nem mindenhol vagyunk hívva. Hál' az ének most már itthon is. Visszatérőleg a Hegyaljára, ami szerintem a legjobb fesztivál itthon. Most komolyan, tehát nagyon jó, sok jó fesztivál van. De a Hegyaljára a legjobb a kínálat szerintem. Megyünk Csehországba. Ott fogunk játszani a Monsters of Rock nevű metal fesztiválon. Ez egy nagy fesztivál. Aztán onnan vissza, akkor utána augusztusban lesz egy osztrák fesztiválunk, szeptember pedig Dél-Amerika, Brazília, Argentina. A srácok itt a színpadon azt akarok látni, hogy mindenki a színpad elejétől egészen a keveréig oldalt, mindenki egyszerre ugrál. Ennek az a címe, hogy Gypsy! Kommentekben vannak-e negatív visszajelzések, hogy szoktad-e olvasni a videóitok alatt? Hát vannak. Vannak, de hát ezekre nem figyelek. Tehát most nem mondom azt, hogy nem olvasom, mert persze, hogy elolvasom, meg van, mikor többen szólnak, hogy ezt olvasd, mert ez nagyon durva volt. Persze, megy a büdös cigányozás, ez meg az, de hát ezek... Na ez a tudatlanságot mutatja, de hát most ez tök mindegy, érted? Most itt van például a Danko Jones-szal készített videónk, a The One, amit Kovács Házán forgattunk. Harmadik hete a iMusic One Rock Charton, az number one, az első helyen van, harmadik hete. Érted? Tehát a Danko Jones a saját számjával ugyanezen a charton a hetedik helyen van. Úgyhogy az igazán szarul eset, hogy egyedül Magyarországra jöttek a nagyon durva ilyen negatív kritikák, hogy büdös cigány, meg cigány metál, most emo-ba ment, blablabla. Bla. Tök mindegy, a lényeg az, hogy ezek csak növekszik, és egyre erősebb. Gondolom ezek a kritikák nem a közönség soraiból jönnek, hogy... Hát ez a fotelrockerek. A fotelrockerektől, tudod, akik otthon vannak. Nem engedem! Nem engedem! Nem engedem!